Az ünnepi időszak a futballban, egyben a kispályás tornák időszaka is, a sportág szerelmesei örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy lemozogjanak valamennyit a felszedett pluszkilókból. December 26-án és 27-én már 6. alkalommal rendezik meg a Filó foci csarnokban a megye legnagyobb pénzdíjat kínáló tornáját, amelyre az ország több megyéjéből neveztek csapatok. Ezen a tornán megkötés nincs, se korban, se profizmusban. Itt jelentkeznek amatőr társaságok, alkalmi baráti társaságok, cégek, kispályás csapatok, nagypályás csapatok, NB-s játékosok, megyei játékosok, tehát megkötés nélkül. Az a tendencia és az a tapasztalat, hogy nem csak a pénzdíj vonzza őket, hanem ebben az időszakban ugye nagyon összejönnek a társaságok, a barátok, és akkor gondolnak egyet is neveznek, ami örömmel tölt el minket. Az elmúlt évekhez hasonlóan több korábbi, vagy jelenlegi élvonalbeli játékos is pályára lép majd a tornán. Rendkívül várjuk mi is a tornát, hiszen minden eddiginél nagyobb létszámú, sikeresebb lesz. Nem sok olyan rendezvény van, amit egy évben kiemelten kezelünk és várunk, mi a rádió munkatársai, de ez az egyik olyan, amelynek már hagyománya van, már igazi tradíciót képez itt a megyében, legalábbis sport tekintetében mindenféleképpen. A szervezők 36 csapatnál szeretnék meghúzni a határt, mert ez az a létszám, amellyel két nap alatt lebonyolítható a torna. Az 550 000 forintos pénzdíjból a győztes 250 000-et, a második helyezett 150 000-et, a harmadik 100 000-et vihet haza, és még a negyedik helyezett csapat is gazdagodik 50 000 forinttal.